Hát nagyjából megállapodtunk benne, együtt jöttünk egy autóban, hogy persze van, és mindig is volt egyébként ez a bizonyos kultúrák, vagy a különböző elgondolások, narratívák és poétikák és politikák közötti küzdelem vagy harc. Ugye az a lényeg, hogy az a kérdés, hogy ez milyen típusú, tehát hogy milyen mélyre megy a dolog, tehát hogy a felek azok meg tudnak egyezni egyfajta fair play-be, és akkor azon belül harcolnak-e, vagy megy az öv alatti ütésváltás is. És szerintem nekünk, akik a kultúrában érdekeltek vagyunk, ott tevékenykedünk, az a célunk, én legalábbis eminensen így érzékelem, és így értékelem, hogy akkor járunk jó, hogyha ez a harc, ez a fair play szabály szerint megy. Tehát abszolút működjenek ezek a dolgok, tehát a pártok azért vannak, mert artikulálódnak ugye a különböző világszemléletek, nézőpontok, stb. És ez nagyon helyes is, és menjen is a verseny ezek között a pártok között, ha tetszik, vagy különböző szemléletek között, de a harc az legyen, hogy úgy mondjam, elviselhető, mert úgy elviselhető csak az élet. Jó, hát azt mindenképpen megállapítottuk, hogy az a létező harc, amelyről itt most a Bandi beszélt, az nem fekete meg fehér, nem úgy néz ki, hogy van egyik oldal, meg másik oldal, amely egymással küzd, hanem ez egy sokkal tagoltabb, rétegzettebb, és hogyha csak a sérelmeket nézzük, a csalódottságokat, akkor a jelenlegi kormányt innen is, onnan is, saját táboron belül és azon kívül is érik jogos, vagy sokszor jogtalan, az én megítélésem szerint jogtalan kritikák. Tehát nem lehet arról beszélni, hogy itt egyértelműen jó, kimutatható irányvonalak mentén meglevő kultúrház lenne, hanem nagyon sokféle szempont alapján folyó értelmiségi vitákat sajnos sokszor csak nagyon felületesen. Ugye most a Bandi ezt azért csinálja, hogy persze a kultúrház jegyében ne rám figyeljenek, hanem rá. Ámen. Igen, de én megértem ezt a rendkívül mély frusztrációját, amely az ellenzéki létből fakad, és itt is kompenzálni akar, és ez a túlmozgásosság egyfajta túlkompenzáció, hogy rángatja elő az acskóból a tárgyakat. Már még mindent nem látottam. De végtére ez is azt jelzi, hogy 2 óra közös utazás, és 2 óra nyilvános beszélgetés, és majdnem két évtizedes ismeretség után már belefáradtunk a témába, úgyhogy kultúrharc ide-oda most kezd kibontakozni közöttünk. Igen. Így jó lesz? Persze, a helyzet az, hogy most nehogy már véresen komolyak legyünk, tehát igenis, az én véleményem szerint az a helyzet, hogy minden kultúra, tehát ezen az alapon kellene lennünk, az LMP sokkal legyen. Sokkal kultúrorientáltabb legyen, minden gyönyörű. Úgyhogy aki nem az, annak irgumburgum, azt üzenem, és mindenki olvasson például az én könyveimet, de néha még a Laci könyvét is elolvashatja. Jó, hát hogyha tényleg, ha kerek, jóformát magyar mondatokra is kíváncsiak, akkor érdemes az enyémet is kézbe venni a Bandi könyve után. Jó? Tehát én azt hiszem, hogy ez zárszónak jó lesz, ennél, nem? Ennél komolyabbak legyünk.